Több mint húsz éve működik a Rákóczi Szövetség hazánkban. Aktív tagja a Sárospataki csoport, amelynek vezetője a Rákóczi Vár igazgatója. A Rákóczi Szövetség, a Nagyországos Szövetség egyik kiemelt feladatának tekinti a határon túli magyarok beiskolázási támogatását. És A beiskolázási támogatás az elmúlt években leginkább egyéni adományokból, önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények adományaiból jött össze, így alakult az az összeg, amelyet a határon túli magyar iskolásoknak kioszthatott a szövetség. Most azonban felhívásra éltek a lakosság irányába is, hogy minél több segíthessenek. Legyünk mi is részesei annak, hogy a Rákóczi szövetségen keresztül támogassuk határon túli nemzettársainkat, konkrétan ö, pénzadományokkal, és ezek a Rákóczi Szövetség által juthatnak el azokhoz az iskolásokhoz, közvetlenül, akik határon túl a magyar oktatási rendszer részei. A felhívás eljutott a város is. Legutóbbi testületi ülésükön tárgyalták a támogatási felhívást. A város sajnos nem tud segíteni, de a polgármester és a képviselők hozzájárulnak a külhoniak oktatásához. Szándékunk megvan rá, viszont a jelenlegi gazdasági helyzete a városnak ezt nem teszi lehetővé. Éppen ezért csatlakoztam dr. Tamás Editnek a Rákóczi Szövetség Sárospataki elnökének a kezdeményezéséhez és felhívásához, hogy magánszemélyként csatlakozzunk és támogassuk ezt a nemes kezdeményezést. Tehát a magam részéről 5000 forinttal járultam ehhez hozzá, és a képviselőtestület valamennyi tagja úgy döntött, hogy tekintettel arra, hogy a képviselőtestület erre támogatást nem Tud szavazni mindenki a saját forrásából rendelkezésre bocsátja ezt a hiányzó összeget. A támogatók a polgármesteri hivatalban és a Rákóczi várban tájékozódhatnak a további részletekről.